Most hallgattam meg egy beszélgetést dr. Máté Gábor, akinek éppen a Testlázadása című könyvét olvasom. Beszélgetett két buddhista tanítóval, most a neveket nem fogom tudni megmondani. Ilyen mindfulness vonalon dolgoznak ő, traumafeldolgozás volt a téma. És a hölgy elmesélt egy történetet, ami kapcsán így gondoltam, hogy megosztam a gondolataimat. Tehát megy egy ember az erdőben, és meglát egy kutyát. És elindul felé, kedvesen közeledve, és a kutya viszont rávicsorog. Az ember visszahőköl, és tovább akar menni. És abban a pillanatban viszont meglátja, hogy csapdába esett a kutya lába. És egyből értelmet nyer, hogy miért vicsorgott a kutya. Vajon neki szólt az a vicsorgás? Vagy a traumájának szólt a vicsorgás, hogy nem tud szabadulni? Vagy annak az embernek szólt a vicsorgás, aki csapdába ejtette őt? Ezen érdemes elgondolkodni. Ugye nagyon sok esetben történik velünk valami, valaki reagál valahogy, és akkor igazából mi azt csak felfújjuk. Mert hogy nincs jelentősége az egész dolognak, teljesen mindegy, hogy a Pisti vagy a Józsi, az mondjuk hogyan reagál le egy dolgot, amit te teszel. Vagy csak egyszerűen, ami így körülöttünk történik, nem is mondjuk ránk vonatkozik, de tesz egy olyan bántó megnyilvánulást, amit te magadra veszel. Vagy mondjuk bírál téged, vagy nem bírál, csak egyszerűen reagál a maga módján, és az lehet, hogy az ő csak a saját stílusa, és mindenki mással így reagál. Ugye vannak olyan emberek, akikre azt szoktuk mondani, hogy hát olyan furi, meg olyan nem nagyon értem. Hát ő ilyen, ő neki ez a személyisége, tehát hogy őt nyilván így kell elfogadni, és hogyha erre rájön az ember, akkor mondjuk tudja, hogy az adott viselkedés nem neki szól, hanem egyszerűen ez csak így ő saját magát adja, nem maszkol, hogy veled mondjuk kedvesebb legyen. De vannak azok az emberek, akik mondjuk úgy reagálnak, hogy tényleg bántó, tényleg úgy szól, tényleg megint ugyanaz van vele, és mondjuk kénytelen vagy vele együtt lenni, mert közeli rokonod, szomszédod, munkatársad, főnököd, akárkid. Na most ilyenkor azért érdemes azt megnézni, hogy valóban az a dolog, az minek szól. Én azt gondolom, hogy az esetek nagy részében az nem neked szól. Az ő róla szól, az ő helyzetéről szól, az ő traumájáról szól, arról, amilyen csapdában éppen ő van. És mondjuk, amikor egy csapdában vagy, akkor azért elég nehéz reagálni normálisan. És nagyon sokszor a csapdában csak a saját helyzeteddel tudsz foglalkozni, és egyáltalán nincs se energiád, se erőd, se eszed mondjuk arra, hogy a másik emberrel szemben hogy nyilvánulj meg. És egyszerűen csak bántó lesz. Tehát mondjuk nem úgy szánja, nem úgy akarja, egyszerűen kijön. És amikor már kijött, akkor meg az, szerintem az a fő probléma, hogy képtelenek vagyunk arra, hogy amikor érezzük azt, hogy ez most úgy szarú hangzott, vagy ez most nem biztos, hogy kellett volna mondanom. És igazából amit ott olyankor, vagy legalábbis én érzem, akkor ott abban a pillanatban ki kéne mondani, hát figyelj, ne haragudj, ez most ultragázul hangzott, én ezt nem így szántam. És akkor ott egy ilyen, nem tudom, két mondatváltással ki lehetne venni az egész dolognak az élét. És ehhez képest, mondjuk én általában azt szoktam csinálni, hogy elkezdem belül magamat bántalmazni, hogy most ez miért sikerült olyan rosszul? Vajon ő ezt rosszul értelmezte? És lehet, hogy a másiknak itt be ott ki, mert mondjuk nincs-e arra a dologra éppen nyomógombja, nekem meg valószínűleg van, mert pörgök rajta. És most például volt a múltkor egy ilyen eset, hogy nem volt bántó a dolog, volt egy dologról véleményem, és akinek elmondtam, az ugrott rá. Elég erőteljesen. És akkor hát én utána így elkezdtem tompítani, mert igazán nem is a saját véleményemet tolmácsoltam, hanem csak hiteles személytől hallottam valamit, azt csak elmeséltem, hogy az a személy így gondolja. És hogy elkezdtem tompítani,
elkezdtem több oldalról én is vizsgálgatni a dolgot, hogy nyilván az csak egy vélemény, ugye, hogy szoktam mondani, az olyan, mint egy segg, mindenkinek van, csak a másik nem kíváncsi rá. És akkor persze megint elkezdődni itt a gép nekem. És hogy akkor abban a pillanatban nem azt mondtam, hogy figyelj már, ez most tök szarú hangzott, és ez bántó lehet számodra, ne haragudj, ez most tök hülyeség volt ebben a helyzetben, ezt kimondanom. És akkor utána én elkezdtem zenenni magamat, és aztán másnap, vagy nem is tudom, két nap múlva, nem szoktam ezzel az emberrel úgy beszélni, viszont írni néha szoktunk, és akkor írtam neki, hogy figyelj már, annyira rosszul jött ki az, amit én ott tolmácsoltam abban a helyzetben, ne haragudj, ez így tök gáz volt, és ez nagyon bántott engem, és azóta is pörögtem rajta. És tök jó volt, hogy ezt megtettem, mert felszabadítottam saját magamat, mert hogy nem vittem tovább a dolgot. Ugye van az is azt hiszem buddhista történet, amikor megy két szerzetes, és akkor egy folyóhoz érnek. És ott sír egy mennyasszony a parton. És mondja az egyik szerzetesnek, hogy hát te miért sírsz? Hát mert át kellene kelnem a folyón, de ha átkelek, akkor vizes lesz a mennyasszonyi ruhám, és az esküvőmre megyek éppen. És akkor az egyik szerzetes mondja, hogy semmi probléma, én majd megemellek, és átviszlek téged. De a szerzeteseknek nem lehet nőt érinteni. A másik szerzetes csak néz rosszalon, de nem mond semmit. Átviszi a mennyasszonyt, leteszi, mennek tovább a dolgukra. Jó idő múlva látja ugye, aki segített, hogy a másik eléggé dühöng és morgolódik magában, aztán elkezdte mondani neki, hogy hát te hogy tehetél ilyet nekünk, ez nem engedélyezett. És mondta, hogy figyelj, én megfogtam, megtettem, segítettem, és aztán őt ott letettem a parton, te meg még mindig cipeled. Melyik a rosszabb? Hát ez engem így kb. Pofán vágott, hogy tényleg, hogy meddig tudjuk cipelni ezeket a dolgokat, holott, mondjuk ki lehetne oltani azzal, hogy megkérdezem a vicsorgó kutyát, hogy figyelj már, ez a vicsorgás most nekem szól. És ha nekem szól, akkor miért? Van valami probléma? Megbántottalak, megsértettelek? Mert akkor nem volt szándékos, akkor szeretnék bocsánatot kérni. Ez az egyik lehetőség. Vagy egyszerűen elfogadom, hogy én azt szoktam csinálni, hogy felmentést keresek a másiknak, próbálok magyarázatot találni, hogy mondjuk milyen élethelyzete lehet, ami miatt így viselkedik velem. Ettől még persze, aki érzékeny típus, aki nem flegmatikus, és azt mondja, pont leszarom, meg föl sem erül benne, meg nem kezd el vetyengeni ezeken, de mondjuk egy kolerikus típusú ember, az úgy elkezd rajta belül így marcangolódni. És ezeket igazából ott és akkor kellene kioltani. Nekem van egy szabályom, én azt már nagyon-nagyon régen hoztam, nagyon sok éve, hogy ne feküdjünk le haraggal a szívünkbe. És akkor ugye én, hát ezt mindig a magam módján, éppen az aktuális fejlődési szakaszom szerint alkalmaztam, és akkor ez ugye volt, hogy kiabálással, volt, hogy megbeszélési kezdeményezéssel, egyebekkel. Hát aztán nyilván erre van, vagy van a másiktól fogadókészség, vagy éppen nincsen. Viszont én azt gondolom, hogy alapvetően ez eléggé jól működik. És akkor azok a kis... Ugye ennek az a lényege, hogy nem kezd el ez a bántás így rakódni. Mert hogyha ugye elkezdek egy tóba köveket dobálni, akkor ez egy darabig nem látszik. Látszanak a hullámok, meg a fodrozódások, hogy ott azért valami történt, de aztán ez úgy szépen elül. Na de a kő az ott marad a mélyben. És amikor sok-sok kő jön rá rakódik, akkor a végén egyszer csak egy ilyen kis morzsányi kőtől kibukik a víz fölé. És akkor ott van az, hogy jön a nagy borulás, nem tudom, jön az elhagyás, a válás, a nagy dráma, és igazából a másik nem érti, hogy de hát miért, hát most igazából nem történt semmi, mert ő azt a morzsát mondjuk észre se vette, mert tényleg nem is volt akkora jelentősége. De amikor úgy föltelik, erre mondják ugye, hogy betelik a pohár, az is cseppekből jön össze. Tehát, hogy érdemes ezeket így letisztázni, kitisztázni, nyilván amikor az embernek már van rá ereje. Tehát nekem is volt olyan sztorim most már tavaly előtt októberben, hogy
olyan mélységesen megbántottam, mert olyan mértékig, amikor én segítségre szorultam volna, nem családi körben természetesen, hanem egy külső baráti körben, nem kaptam meg. És ott olyan kiszolgáltatott, elárvult helyzetben voltam, ami egyszerűen így letaglózott, és nem hittem el, hogy lehet ennyire magányos egy ember egy ilyen kis szűk csoportban, úgy, hogy tényleg problémája van. Tehát nem műsor, nem megjátszás, hanem nagyon komoly egészségügyi probléma. És hogy nem voltam képes utána ezt kezelni, mert hogyha kezeltem volna, akkor düvel, agresszióval, és durván jött volna ki belőlem. És baj lett volna? Nem. Mert hogy legalább egy éven betelt, hogy én ezt földolgozzam. És egy nagy baromság és marhaság volt, hogy akkor ott nem álltam bele, és nem mondtam azt, hogy baszki, nem látjátok, hogy én így kb. Az ájulás határán vagyok, nagyon szarú vagyok, és hogy nem tartotok meg, nem támogatok, és nem segítetek. De egyszerűen a megrökönyödés, és a... Szóval nem hittem el, hogy ilyen létezik egy ilyen körben. És egyszerűen, mivel ott nem adtam ki, utána mindenféle módon rágtam, mocsingoltam, mindent csináltam, hogy én azt fel tudjam dolgozni. És sokkal jobb lett volna akkor ott kiadni. És én gyerekkoromban, gimiskoromban, és én aztán a Gyimesi Kriszti, jó megmondtam mindenkinek, utána is még fiatal lánykoromban összes pasit kiosztottam, mikor szakítottam, hogy tü-tü-tü-tü, ilyen voltál, olyan voltál, menj a francba. És annyira emlékszem, volt egy fiú, aki ilyen nagyon-nagyon jó barátom volt, és akkor hát megpróbáltuk a kapcsolatot, de persze nem működött. És akkor ugye végén mondtam neki, hogy figyelj, ne erőlködjünk, mondja, hogy igen, ő is érzi, ne erőlködjünk, és akkor mondja, hogy de azért beszéljük már meg, hogy mi volt ez. És akkor elmondtam, hogy figyelj, ez meg ez tök gáz, hát ezt így nem lehet csinálni, hogy soha nem lesz az életben egy nőd. És azt mondta, hogy fú, Kriszta, ezt imádom benned. És ezt kezdtem el elnyomni magamban, azért, mert hogy jóga, meg mindenkit tisztelünk, meg mindenkit szeretünk, és nem jó. Egyszerűen csak a stílust kell megválasztani, hogy hogyan mondom el, hogy finoman és nem bántóan, vagy pontosan akár bántóan. Mert van az a helyzet, amikor egyszerűen pöcs a másik, és úgy viselkedik, ami tűrhetetlen, megengedhetetlen, és ki kell a határaidat jelölni. És akkor jelölt ki. És akkor miért ne lehetnél paraszt, ha ő is az? Nyilván a saját intelligenciádnak megfelelően, tehát nem kell lemenni egy olyan szintre, ami nem te vagy, meg nem tudsz vele azonosulni, hanem egyszerűen bennmaradni egy olyan normális közegben, de igenis elmondani. Harag van benned? Add ki! Dű van benned? Add ki! Mit fognak gondolni? Na hát, ugye ez majd egy másik téma. Ki nem szarja le? És én annyira emlékszem, egyszer még az Aranyholdban mentem be, és külső festés volt. És nem beszélte meg velem a tulaj, hogy az ablakkereteket is lefesti. És nekem azon a hétvégén, hát másnap vagy két nap múlva volt a nyílt hétvégém. És nekem olyan szinten eldurrant az agyam, hogy nem is volt olyan meleg, tehát nem nyár volt, hogy most ugye ez október, hogy most akkor ott nyitott ablaknál legyünk, hogy most itt jön egy csomó ember nekem, és festékszakban leszünk. És akkor bementem, és kitört belőlem, hogy a kurva életben, hát én ezt nem hiszem el, de hogy ez velem nem lett megbeszélés. És ott álltak szerencsétlen festők, és úgy körülbelül öten ott vigyázbáltak, és csak pislogtak, és összementek kisfiúba, mert mondjuk ugye olyan stílusba kiabáltam, mint a mondjuk egy tanáruk, vagy egy óvónéni, vagy akárki, aki ugye a tekintélye miatt ezt azt gondolja, hogy megteheti. És hogy utána engem ez tök bántott, hogy úristen, most mit gondolnak ezek a férfiak rólam, hogy én itt a jóganéni, meg egyáltalán a Buddha, meg a megvilágosodott, meg a meditáció, meg a nem tudom, hogy na, aztán ez is marha hiteles. És utána meg ezen agyaltam. És egyébként ma meg tudom, hogy tök jó, hogy ott kiadtam. Mert egyébként nem bántottam őket, tehát nem őket szittam, hanem egyszerűen a helyzetet, hogy ez így most nem jó, és nekem ez itt problémát fog okozni, és kijött belőlem. És ez tök jó, mert nem ragad benn. Úgyhogy szóval ezeket így ki kell adni.
De viszont vizsgáld meg mindig, én azt gondolom, hogy a másik miért vicsorog rád, és aztán ahhoz képest próbálj meg reagálni, és akkor ez már egy ilyen tudatosabb hozzáállás, hogy egy picit megpróbálom megérteni a helyzetét, hogyha annyira szar a házassága, vagy olyan, éppen meghalt valaki, nem tudom, olyan a munkakörülménye, akármilyen, nincs energiája, agya, figyelme, tudatossága arra, hogy a te kis lelkedet is még ápolgassa. Ettől ez még nem jó, csak nem feltétlenül kell haragudni rá. Na, hát itt a vicsorgos kutya sztori alapján így ezek a gondolatok jutottak eszembe. Úgyhogy, ha nem birkózol meg dolgokkal, akkor ugye azért beszélek ezekről, hogy megismerj, és bátran eljöhess hozzám lélekmód mentorálásra. Sok eszköz van a kezemben, amivel tudunk feldolgozni dolgokat, tudok segíteni, megvilágítani az utat. Tudlak kísérni egy darabon, de nem tudom tőled átvenni, mert hogy ez a te karmád, ezzel neked kell megbirkózni, neked kell felismerni, neked kell rálátni, neked kell elkezdeni alkalmazni, de mindezt én meg tudom támogatni, úgyhogy keresd bátran.